Délről észak felé haladva mutatjuk be a Zselic üdeerdőkkel és lápokkal tarkított vidékét. Az utunkat Szigetváron kezdjük. A szigetvári Zrínyi várat védői beleírták a történelembe, amikor 1566-ban Zrínyi Miklós 2500 fős seregével megállította Szulajmán szultán sokszoros túlerőben lévő seregét. A földrajzi viszonyoknak, ügyességüknek és kitartásuknak köszönhetően több mint egy hónapig állták a törökök ostromát, majd mikor már csak alig 300-an voltak életben, kitörtek a már lángokban álló belső várból és hősi halált haltak. Ahogyan ez a nevéből is adódik, a vár akkor egy hatalmas mocsár és tórendszer közepén volt. De nem így nézett ki, mint most. Azért is állta ilyen sokáig a török ágyúkat, mert falai között nagy mennyiségű homok volt, és ezekbe a széles homokfalakba csapódtak be az ágyugójók. Miután áttörték a külső burkolatot, beérkeztek a homokágyba, ami lecsillapította az ágyugójók erejét. Az ilyen széles, homokkal töltött falakban nagyon nehéz kárt tenni. Miután elfoglalták a várat, a hódítók azonnal nekiláttak új erődítményt építeni a Róm előtt várhelyén, így ez elnyerte mai formáját. A török uralmat követően az építményt a Habsburgok erősítették tovább. Ennek emlékét őrzi a jelenlegi kapubejáró, a barokk óratorony és a kazamata sor. A földekről felemelkedő pára egybeolvad a köddel. Tojó cigány csupján a vezetéken. Rovarokat, pókokat, ászkákat és apró csigákat fogyaszt. Szorgosan gyűjti a fészekanyagot. Észak felé haladunk az Almáspatak mentén. Elérjük az Alma melléki állami erdei vasút végállomását, ahol kiállítás található. Ezt a vágányok gyomírtására szolgáló kocsit Debrecenben gyártották 1968-ban, és a 90-es évekig használták. Különlegesség, hogy a kisvasút úgynevezett angol váltóit a vasfüggöny időszakában minta hiányában egy vasútmodell alapján készítették el a lakatos műhelyben. Bőszínfától keletre, a Súrjánpatak széles völgyében, illetve délebre az Almáspatakon gazdag mocsaras élőhelyek találhatók, amik számos vízimadárnak nyújtanak biztonságos fészkelő és táplálkozó helyet. Az zárt erdőségek és a vizes területek közelsége okozza, hogy a Zselicben több pár ritka fekete gólya is fészkel. Tavaszi visszaérkezésük után a barnaréti héjapárok látványos násztepülést mutatnak be. Vadászatukra jellemző, hogy a nyílt nádasok és rétek felett alacsonyan repülve pásztázzák át a vadászterületüket. És ha megpillantanak valamit, rávágnak. Ha túl magasan tartózkodnak, ugyan nagyobb területet látnak be, de több idő kell ahhoz, hogy leérjenek. Ilyenkor néha furcsa forgásba kezdenek. Egyrészt, hogy gyorsabban veszítsenek magasságot, ugyanakkor, ha a zsákmány arrébb mozdulna, időt is nyerjenek. Persze ők is szeretik kihasználni a termiket. Sőt, egy helyben szitálni is tudnak a célpont felett, hogyha szükséges. Táplálékuk kisemlősökből, madarakból és fiókáikból, tojásokból, békákból, ritkábban halakból áll. Vonuló madár. Tavasztól ősz végéig tartózkodik hazánkban. A telet általában Afrika Szaharán túli részén tölti, de egyre több esetben fordulnak elő áttelelő példányok.
Az 1970-es években kis híján kiirtották. A tojók szárnyfesz távolsága akár a 130 cm-t is elérheti. Repülés közben enyhe viharban tartja a szárnyát. Zsákmányára hirtelen ejti rá magát. A szajkó bármilyen madár hangját tudja utánozni. Seregély és örvös galambok pihennek egy elhalt fán. Ibafa 2021-ben 194 fős zsáktelepülés volt a szigetvári járásban, Baranya megyében. Ibafán vagyunk, és mindenkinek eszébe juthat a kis nyelvtörő, hogy az ibafai papnak fapipája van, ezért az ibafai fapipa, papi fapipa. Hangai Nándor volt a falu plébánosa, 1800-as évek vége felé, és átjárt egy barátjához, aki újságíró volt. A kártyapartnere Roboz István írta róla ezt a kis nyelvtörőt, mivel a pipákat nagyon-nagyon szerette. Aztán később, hogy ez a mondókaján elterjedté vált, 1900-es évek elején a mond alapján készítettek az új plébánosnak egy pipát. Ez egy nagyon értékes, híres művészi darab volt, és az 1960-as években pedig elkezdték gyűjteni itt a pipákat, és megalapult ez a Pipa Múzeum. A dombok közötti csendes falvakban hajdani főúri családok kisebb-nagyobb kastélyai állnak, a múltjukhoz és a történetükhöz méltatlan funkciókat betöltve, vagy teljesen elfeledve. A bőszínfai szarvasfarm szelíd szarvasoknak ad otthont, az épületekben pedig agancsgyűjtemény is megtekinthető. Innen a piros kereszt turista jelzésen indulunk egy kisebb körútra. Bőszínfánál vagyunk, a piros plusz jelzésen haladunk, és a fákon, bal oldalon, sorban villanypásztort tartó ilyen rögzítőket találunk. Ennek az az értelme, hogy az állatok onnan a legelőről ne tudjanak benyomulni az erdőbe. Ne tudnak kárt tenni a védett növényekben. Bőszínfa erdeiben a meleg napsütés előcsalogatta téli rejtek helyükről a fali gyíkokat. A fali gyík maximum 20 cm-esre nő. Testalapított. A hím torka és hasa végig vörös, és hasi páncélját kobaltkék perem díszíti. A nőstény hasa szerényebb, a toroknál vörösen petjezett, fehéres rózsaszín. Nagy szín és mintaváltozatosság jellemzi őket. A fali gyík szívesen tartózkodik fajtásai közvetlen közelében, már-már azt mondanánk, hogy kolóniákban. Persze kapcsolat nincs az egyes egyedek között, csak egymás mellett élnek. Elsősorban ízelt lábúakkal és kisebb férgekkel táplálkozik, de néhány egyed kanibalizmusra vetemedik. Ez azért is meglepő, mert mások pedig békésen sütkéreznek együtt kisebb fajtásaikkal. Azt is megfigyeltük, hogy jelen esetben azok az egyedek támadtak a kisebbekre, akikben egy vagy több kullancs volt. Ez persze lehet a véletlen műve is. Talán táplálhatja valamilyen fertőzés is ezt a fajon belüli agressziót. A hím territóriumot tart, amelyen rendszeresen járőrözik. A rivális egyedek gyakran kergetőznek a vitatott tulajdonú területen. A ragadozók elől sziklarepedésekbe, üregekbe menekülnek. A potenciális ragadozókat szemmel tartják, így most minket is. Vannak olyan megrögzött vadászok, akik nem tágítanak. Ezért alakulhatott ez ki, hogy ki tudják fárasztani őket. Ilyenkor megeshet, hogy előbújkálva fárasztják a ragadozót. Téli álmukat meglepően későn, október végén kezdik, és április elején, közepén bújnak elő száraz, fagymentes rejtek helyükről. Most az enyhe tél miatt március közepén találkozunk velük. Gyors mozgású, kitűnő falmászó, nevét is erről kapta. A sziklás, mélyutas, táplálékban és búvórepedésekben gazdag helyeket kedveli. A nász időszak az első vedlés követően áprilisban kezdődik el.
kisebb fajta harcok dúlnak a vetétárs hímek között. A megtermékenyített nőstény július végén 2-10 tojást rak. Tojásait a kövek közé, sziklák alá rejti el. Augusztus-szeptember fordulóján kell neki a kicsik, és kezdettől fogva önállóak. Ők a felnőtteknél általában 1-2 héttel később vonulnak téli pihenőre. A kakasmandikó törékeny szerény szépsége miatt az egyik kedvenc növényünk. Levele zöld alapon barna foltos, és ezek a barna foltok nagyon nagy változatosságot mutatnak. Nem is létezik két egyforma levél. Rendszerint 2, ritkábban 3 levele van. Egyébként virágzás idején ezek a foltok szép lassan kifakulnak. Virág a bókol. Leplei élénk bíborpirosak vagy rózsaszínűek. A reggeli hidegben még összecsukva tartott virágait a délelőtti nap melegére szemmel látható gyorsasággal nyitja ki, és csapja hátra a lepel leveleit. Kezdetben előre néznek, és onnan hátra hajlanak. Láthatóvá téve a virágból kiálló kékes porzókat és a bibét. Főként bükk és gyertyán elegyes erdőkben él. Februártól áprilisig virágzik. Európai faj, de Észak- és Dél-Európából hiányzik. Hazánkban itt a zselicben és a kemenes háton fordul elő, elszórt foltokban, gyertyános tölgyesekben. Megtalálható még az akteleki karszton, a bükkvidéken, a somlón, a vendvidéken, az őrségben, de legnagyobb állományai talán a zalai dombvidékben és belső somogyban, itt a zselicben és a szekszárdi dombvidéken vannak. Régen a virágszedő asszonyok tavaszi ciklemen néven a piacokon árulták, és magvetésről is szaporították. Természetesen ma már tilos szedni. Hívták még Szent György virágnak, de kutyafoggyökérnek is. Három élő sok magvútok termése van. Hagymagumós ívelő növény. 15-25 cm magasra nő. 1982 óta védett. Hazánkban három hunyorfaj fordul elő, amelyeknek érdekessége, hogy mindegyik az ország különböző tájegységeinél, és szinte nincs átfedés az elterjedési területek között. Ezt a jelenséget az ökológia földrajzi vikarizmusnak nevezi. A kisvirágú hunyor a Dunántúlon, a Zselisztől a Vértesig fordul elő. Az üde párás erdőket kedveli, így szurdokerdőkben, bükkösökben és gyertyános tölgyesekben találkozhatunk az állományaival. Lombfakadás előtt és lombfakadáskor a geofiton növények az uralkodók. Kihasználják az ilyenkor az erdőtalaját megvilágító napsugarakat. Sárgálik a tyúktoré. Az orvosi tüdőfű a gyertyán és a bükkel egyes erdőket kedveli. A berki szellőrózsa szinte egész Európában előfordul. Többet magával nyílik és enyhén mérgező. Márciustól májusig virágzik. Vele szemben a bogláros szellőrózsának már kisebb az elterjedési területe. Közép-európai faj. A nemes májvirág is március-áprilisban virágzik. És az ibolya is megjelenik a leveleiket éppen csak bontogató fák alatt. A fehér fagyöngy a fák nedveit veszi fel, félélősködő, mert fotoszintézist is folytat. A kónyavicsorgó, a szurdok és ligeterdők koratavaszi élősködő növénye. Neki már nincsenek zöld részei, a tápanyagokat teljes egészében a fák gyökereiből veszi fel. Az üde nedves talajon bögrényi méretűre nőtt ez az osztrák csészegomba. A zselicilősz dombjain megjelenik a bükk, és elegyest alkot a délről idáig felhúzódó balkáni ezüsthárssal. Ennek legszebb példája a ropolyi erdő. Emellett az északi oldalakon és a mélyebb, hűvösebb völgyekben erdei fenyővel is találkozunk. Találtunk egy beszakadt csapdát. A gyertyánosokban és cseres tölgyesekben a szúrós és a lónyelvű csodabogyónak is igen gazdag állományai élnek. A szúrós csodabogyó örökzöld cserje, foltokban jelenik meg az aljnövényzetben.
legészaki belterjedése Magyarországon van, de a Dél-Dunántúl Erdélyben egészen gyakori. Félárnyéki növény és az üdellazattalajt részesíti előnyben. Utunkat csúszkák kísérik, és kisfakopáncsal is találkoztunk. A turista úton nünüke bóklászik. A vörösnyakú temetőbogár másfél centiméteres. Nevét arról kapta, hogy a rothadó gombákon kívül állatok tetemét is elfogyasztja. Most éppen a nyusz teteméből lakmároznak. Ez a szép nappali pávaszom áttelelt. Májusig színesíti az erdőt, majd júniustól jelenik meg a következő nemzedék. A hajnalpirlepke a korai lepkék közé tartozik. Az első melegebb időszak után repül. A szabadságharc 1849-es leverése utáni időkben nagyon sok üldözött húzódott meg a Zselic rengetegében. És nem csak a megtorlás elől bújdosók, de később az osztrák hadseregben nem kívánkozó honvédek közül összeverődött fiatalok is a somogyi betyárok táborát gyarapították. Az 1850-es években Mészáros Pál a nagypali betyár nevet vette fel. 1861-ben tűzharcban agyonlőtték a pandúrok. A bandáját letartóztatták. Itt temették el, és ezt a helyet azóta is pali temetőnek nevezik. Emlékét sírhalma és a helynév ma is őrzi. A kereszten pedig ez olvasható. Vármegye katonája, lábamnyomát sokat járta. Itt nyugszik Nagy Pál, a híres betyár. A hajdani vitorák puszta sok más zselici faluhoz hasonlóan a munkahelyen következtében néptelenedett el. Tanyák és néhai települések nyomait rejtik az erdők. Megérkeztünk a Feneketlen tóhoz. Ez a tó arról kapta a nevét, hogy régen itt állatokat itattak, és egy ökrös szekér valahogyan belekerült, és elsüllyedt benne ökreivel együtt. Elnyelte a víz az ökrökkel együtt, és ezért a helyiek Feneketlen tónak kezdték nevezni ezt a tavat. Az 1950-es években, amikor a tó tisztítását végezték, szürke marha szarva találtak benne, és ez alátámasztani látszik a legendát. A mai Mátyás kút közelében egykor megtalálható Denna nevű települést először veszett farkasnak tulajdonított fertőzés, majd később, mikor újra népesült, a törökök pusztították ki. Itt az 1960-as években a patásvadak itatására befoglalt forrást azért nevezték el Mátyás királyról, mert annak idején szívesen járta ezeket a völgyeket. Márcandó pusztán is csak a felhagyott temető sírkövei jelzik, hogy itt egykor település volt, ahol mézsört készítettek a királyi birtokon az Árpád-kortól. Zselic kisfalut határában a Kardosfa hoteltől egy óra gyalogútra található a Millenniumi emlékhársas. 1896-ban 400 csemetéből állították össze az évszámot visszaadó fákat az 1000 éves évfordulóra. 400 darab akkor 10 esztendős hárs csemetét ültettek el ide, amelyekből 70 még mindig él. Az erdő átalakult, számos idős példány elpusztult és sok új nőtt. Így az évszám már a levegőből sem olvasható ki. Az Észak-Zselic folyóvizeit a Kapos, a Dél-Zselicét a Fekete Víz és a Dráva folyók gyűjtik össze. Az Észak-Zselic patakjai általában kisebb vízgyűjtővel rendelkeznek és rövidebbek. A legnagyobb vízgyűjtő területe az Almás pataknak van, és ez a terület leghosszabb patakja is egyben, 39,5 km hosszú. A zselici erdők alatt agyagbemosódásos barna erdőtalaj jellemző. A mezőgazdasági területek alatt található talajok nagy része is ilyen volt eredetileg. Ramonféle barna földet is találunk, például a Kapos menti északi részeken. Ezek azok a rétek, amelyeknek nedveseknek kéne most is lenniük, így koratavasszal főleg egyébként, és ezekben nyílt régen a kockás lilium és az egyéb mára már ritka védett növények, és hogy miért száradtak le ezek a gyepek, azt meg lehet itt nézni. Tehát az egész hegységet ilyen vízelvezető árkok szabdalják. Ezekben a nagyobb árkokban ilyen kisebb keresztárkok, meg harántárkok csatlakoznak be. És ezek tették lehetővé azt, hogy itt egyáltalán utak épüljenek. Tehát, hogy ilyen szinten bejárható ez az egész terület, ami nyilván a vadon szempontjából kevésbé előnyös, de ugyanakkor, hogy lehessen gazdálkodni, közlekedni, ezek az árkok tették lehetővé egyrésztről, másrésztről viszont ezek miatt nincs víz a területen. Vagy legalábbis nem elég. A zsúrlók esetében, ilyenkor tavasszal, a kúszó föld alatti rizomából eredő generatív hajtás figyelhető meg a hajtás csúcsán található spóratermő kalásszal. A magas, zöld, fotoszintetizáló hajtásra májusig kell várni. De van egy kivétel, amelynek vegetatív száraival akár most is találkozhatunk. A téli zsúrló szára erőteljes,
A 6 mm vastagságot és a 150 cm magasságot is eléri, de a többi zsúrlófajjal ellentétben sohasem ágazik el. A zselic a török dúlás következtében szinte teljesen elnéptelenedett. A táj jellegzetes népi építészetét a tájvédelmi körzet nyugati határában található szánnas konzernya őrzi. Ez a házcsokor hazánk első Európa-Nosztradíjas falumúzeuma. Különlegessége, hogy a jellegzetes belső somogyi és zselici házakat egy élő falu közepébe telepítették át a megóvásuk érdekében. A skanzen helyét az 1785-ben épült református templom jelölte ki. Népi barokk stílusával és gyönyörű fakazettás mennyezetével Somogy egyik legértékesebb műemlékének számít. A templom körül álló talpas, favázas lakóházak és a hozzájuk tartozó gazdasági épületek a 19. századi népi építészet emlékei. Ez az 1978-ban megnyílt Szabadtéri Néprajzi Múzeum egyedülálló módon egy élő falu közepén a közösség aktív részvételével jött létre. A pannonagyag és a pleisztocén lősz lehetővé tette a téglagyártást, Mária Terézia rendeletben követelte meg a szilárd falu lakóházak építését, és ettől kezdve majdnem minden településen működött téglaégető. Lukafa pusztán üveghuta és serépedénygyár, de pipaégető is volt. A Bükköst környéki fehér, kiváló minőségű edényanyagot messzeföldre szállították. De nagyobb kapacitású gépekkel felszerelt téglagyárak kezdték meg működésüket Csertőn, Antalszálláson, Godisán, Kaposváron.